Számomra meglepő módon a világ összkoffein fogyasztásának 54%-át a kávé teszi ki, míg a tea 43%-ot. Én sokkal többet tippeltem a kávénak, de hát mindenki magából indul ki, nem nagyon iszok teát. Érdekesség, hogy Amerikában a lakosság 85%-a fogyaszt napi szinten koffein tartalommal ellátott termékeket, és az USA átlag fogyasztása egy főre vetítve 300 mg per fő, ami körülbelül háromszor olyan magas, mint a világ átlag. Szinte hihetetlen, de ez is még mindig csak a fele a nagy melegitalfogyasztó országok, mint például Anglia és Svédország koffeinbevitelének. A világ elsők a skandinávok, élükön a finnekkel. Itthon a magyar felnőttek 70%-a iszik napi szinten kávét, míg a finnek évi 12 kilót fogyasztanak per fő, addig mi 2,4 kg-ot. Hogy ez sok vagy kevés, nem sokára kiderül, de mindenek előtt nézzük meg, hogyan hat ránk a pszichoaktív drog, amit koffeinnek hívnak. Csatlakozz a tagok közé, és nézd meg a többiekhez képest hamarabb a videóinkat, szavazz a készülő tartalmakról, vagy akár vegyél részt egy videó elkészítésében is. Link a leírásban. A kávé története évszázadokra nyúlik vissza, ám arra a mai napig nem találtak kézzelfogható bizonyítékot, hogy hol termesztették először, és hogy az 1400-as évek előtt fogyasztották-e már. A növény honosítása a 15. századra tehető, helyszínnek pedig az arab félsziget jemeni térségét említik. A kávé térhódító útja a 16. században indult meg, ugyanis ekkor már ismerték Perzsiában, Egyiptomban, Szíriában és Törökországban is. A közel-keletre utazó európaiak szuperlatívuszokban beszéltek egy szokatlan, sötét, fekete italról. A 17. századra a kávé már Európát is meghódította, a kontinens egészén nagy népszerűségnek örvendett, és örvend azóta is. Egyesekből kétkedést és félelmet váltott ki az új ital, sokan a sátán keserű készítménye névvel illették. 1615-ben, amikor először Velencébe érkezett a növény, a helyi papság elutasítással reagált. A vita olyan kiélezett volt, hogy a pápát kérték fel arra, hogy szolgáltasson igazságot. Úgy vélte, hogy a leghelyén valóbb az lenne, ha megkóstolná, és a kávé olyannyira elnyerte az egyház fejének tetszését, hogy pápai jóváhagyással illette. Akkoriban a reggeli szomjoltó fogalmát főként a sör és a bor alkották, viszont a kávé jótékony élénkítő hatásának köszönhetően hamar a helyébe lépett ezeknek. Rövidesen rádöbbentek arra is, hogy akik a fekete itallal indítják napjaikat, sokkal produktívabbak a munkájukban. A kávé definíciója szerint a trópusi örökzöld kávénövények pörkölt és őrölt magjából főzött ital. Népszerűsége megkérdőjelezhetetlen, ugyanis az egyik legjövedelmezőbb nemzetközi árucikk. Sőt, helyet kap a világ három legnépszerűbb italának listáján a víz és a tea mellett. Közkedveltségének középpontjában kétségkívül az élénkítő hatása áll, melyet a benne található alkaloid a koffein kölcsönöz neki. Érdekességként megjegyzem, hogy a világ legtöbbet forgalmazott árucikkeinek listáján a második helyen szerepel a kőolaj mögött. Azért ez nem semmi. Na de nézzük meg, mit is csinál bennünk. A koffein tulajdonképpen egy olyan stimuláns tudatmódosító, melyet a világ valamennyi pontján ismernek és fogyasztanak, ráadásul a legszélesebb körben alkalmazott drognak titulálják a Földön. Lekörözi az alkoholt is. A metilxantének néven ismert vegyületcsoportba tartozik, és számos természetes előfordulási helye van, mint láttuk például a kávécserjék és a teanövény, de van a kóladióban, a kakaóbabban, mintegy 60 féle növényben világszerte. A vegyület úgy fejti ki hatását, hogy az adenozin nevű neurotranszmitter receptoraira gyakorol hatást. Ez lényegében azt jelenti, hogy a koffein ezekhez a receptorokhoz kötődik, és megakadályozza azok normál működését. Az említett receptoroknak 4 altípusa van, de a koffein csak 2-nél vált ki ellenhatást, névlegesen az A1 és A2 altípusokon, ezeknek köszönhetjük az ébrenlétet is. A mai napig nem 100%-osan tisztázott, hogy az adenozin receptorok és a koffein miért hatnak így egymásra, viszont kutatások bizonyítják, hogy az agyunk ezen egységei részt vesznek az alvás szabályozásában. Az adenozin aktivitása a GABA neurotranszmitter felszabadulását idézi elő, ami gátolja az ébredésben és az ébrenlétben résztvevő neuronokat. Alapvetően ez a folyamat az agyunkban elősegíti az alvást, de amikor a koffein elfoglalja a receptorainkat, ellentétes hatást fejt ki, és így éberséget okoz. Az adenozin receptorokról még azt lehet tudni, hogy részt vesznek a dopamin és a noradrenalin hatásának csökkentésében. A koffein gátolja ezt a hatást, így van stimuláló és erősítő hatása. Érdekesség, hogy az alkohol épp az említett GABA neurotranszmitter termelődését gátolja, így lassítja az idegrendszert. Ha még csak az erre kifejtett hatását nézzük, szinte tökéletes ellentétek. Az egyik lassít, a másik élénkít.
csak persze emellett az alkohol egy sejtméreg, míg a koffein nem az. A koffein nagyon gyorsan fejti ki a szervezetre gyakorolt hatását, ugyanis 30-60 perc elegendő ahhoz, hogy elérje a vérben a csúcsértékét, felezési ideje pedig 3 és 5 óra közé tehető. Felezési időnek nevezzük azt az intervallumot, amely alatt az adott hatóanyag mennyiségének fele kiürül belőlünk. A koffein az agy mellett számos helyen hat a testünkben, megnöveli a gyomorsav mennyiségét, ezáltal okozhat gyomorégést és egyéb panaszokat is. Amennyiben túl sokat fogyasztunk belőle, a szervezetünk már nem raktározza el, ehelyett a májunk lebontja, a maradék anyagok pedig a vizelettel együtt távoznak. Részben emiatt is a koffein vízhajtó hatású, ami azt jelenti, hogy az átlagosnál többször kell könnyíteni magadon. Körülbelül 300 mg koffein, ami durván 3 csészényi kávénak felel meg, elég hozzá, hogy ez a bontás és ürítés meginduljon, ha nincs hozzászokva a szervezeted. Aggodalomra viszont semmi ok, mivel ez csekély vízveszteség, addig nem okoz problémát, amíg egészségügyileg rendben vagy. A koffein, mint minden más, amit megiszunk, a gyomorból szívódik fel, majd onnan közvetlenül kerül a véráramba. Az egyik fő ismertetője, hogy rövid időre ugyan, de megnöveli a vérnyomást. Ez a hatás vagy az adrenalin szint emelkedésének, vagy az artériákat természetes módon tágító hormonok átmeneti blokkolásának tulajdonítják. A legtöbb embernél nincsen hosszú távú hatása a vérnyomásra, de ha valakinek például szívritmuszavara van, a koffein megnehezíti a szabályos működést. Érdekes módon még egészséges szívműködésnél a hatásai akár még jótékonyak is lehetnek, a meglévő problémákat képes felerősíteni és súlyosbítani. A koffein nagy mennyiségben zavarhatja a kálcium felszívódását és annak anyagcseréjét. Ez hozzájárulhat a csontok elvékonyodásához, amely extrém esetben akár csontritkuláshoz is vezethet, de az izmok esetében is okozhat rángásokat a túlzott bevitel. A jó kérdés persze, hogy mi ez a túlzott bevitel, de mindjárt arra is rátérünk. Mivel a koffein a véráramban utazik, onnan közvetlenül juthat el a mélepénybe, ahol terhesség alatt egy baba szívritmusának és anyagcseréjének a fokozódását is okozza. Túlzott mennyiségben növeli az elvetélés kockázatát, és megzavarhatja a fogantatáshoz szükséges ösztrogén termelést is. Vannak azonban olyan kutatások arról is, hogy a kis mennyiségű bevitel még jó hatással is van a magzat fejlődésére. A világ számos országában eltér az orvosi gyakorlat, hogy a terhes kismamákat eltiltsák tőle vagy sem. A biológia után nézzük meg, milyen területen pozitív a hatása. Erre a korábbiakban már tettünk említést, de a felsorolásból nem maradhat ki a koffein energizáló szerepe. Egy rövid tanulmány szerint a koffein fogyasztása 12%-kal növelte a kerékpáros edzés során a kimerülésig eltelt időt, és jelentősen redukálta a résztvevők fáradtságérzetét. Fontos különbsége más drogokhoz képest, hogy a fogyasztásával az agyunk nem termel közvetlenül dopamint, azaz boldogsághormont. A koffein lassítja a természetesen jelenlévő dopamin felszívódását, így bár közvetve növeli a dopamin szintet, nem úgy, mint más pszichoaktív szerek. Ennek még nagyon fontos szerepe lesz a függőség kialakulásában. Egy perc és oda is eljutunk. A koffein időszakosan javíthatja a hangulatot és a koncentrációt is. Egyes tanulmányok szerint a kávéfogyasztás segíthet bizonyos kognitív képességek javításában és a korral járó szellemi hanyatlás lassításában is. A John Hopkins Egyetem kutatása szerint egy adag koffein a tanulás után segíthet a hosszú távú memória erősítésében is. A kávét gyakran használják segédanyagként a sportolók, akik javítani szeretnék a teljesítményt és növelni az energiaszintet. Egy átfogó 9 tanulmányt alapul vevő jelentés szerint az edzés előtti kávéfogyasztás javította az emberek állóképességét, miközben csökkentette a terheléssel járó kimerültségérzését. Extrém kijelentésnek tűnhet, de egyes kutatások szerint a kávé pozitív hatásainak köszönhetően segíthet meghosszabbítani az életünket. Egy 40 kutatást áttekintő elemzés például arra a következtetésre jutott, hogy a napi 2-4 csésze kávé fogyasztása csökkenti az esélyt az elhalálozásra, függetlenül az olyan tényezőktől, mint az életkor, a testsúly vagy az alkoholfogyasztás. Egy kínai egyetem kutatói 7 éven keresztül több mint 171 ezer egészséges brit lakost figyeltek meg, majd megállapították, hogy azoknál, akik mérsékelt mennyiségben ittak kávét, kisebb volt a halál kockázata, mint azoknál, akik nem fogyasztottak. Egy másik publikáció szerint napi 2-3 csésze kávé fogyasztása jelentősen csökkentette a korai halál esélyét azokhoz képest, akik egyáltalán nem ittak. Az őrölt kávé fogyasztása 27%-kal redukálta, ezt követte 14%-kal a koffeinmentes és 11%-kal az instant koffeines változat. Itt látszik azért, hogy a koffein mellett a kávéban található antioxidánsok és egészséges savak is közrejátszanak. Természetesen a kávé sem csodaszer és nem csak jó hatásai vannak. Nézzük meg a rossz oldalát. A stimuláns könnyedén bezavarhat az alvási ciklusunkba, ami még a test biológiai órájának felborulásához is vezethet.
Egyrésztről csökkenteti az alvási időt, másrészt a mély alvásunk ideje is kárt szenvedhet, ami hosszú távon képes megnövelni szinte minden betegség kockázatát. Például a hosszú távon 6 óránál kevesebbet alvás negatívan befolyásolja a szívet, növeli a szívelégtelenség, szívritmuszavar, magas vérnyomás és infarktus kockázatát, de rossz a mentális képességeinknek, a bőrünknek és az anyagcserénknek is. Ahogy már volt róla szó, azoknak az embereknek, akik rendszeresen fogyasztanak koffeintartalmú italokat, a vérnyomásuk jelentősen magasabb lehet. Ez mindenféleképpen negatívum. Egyes tanulmányok szerint napi 2-4 csésze kávé fogyasztása átlagosan 5-7%-kal emeli meg az egészséges vérnyomást. Na de jöjjön a lényeg, a függőség. Az állandó koffein fogyasztást érdekes módon nem függőségként, hanem függésként tartják számon. Nem tudom, hogy fordítsam le jól magyarra, de nagyon-nagyon fontos különbség. Egy kábítószer úgy alakít ki függőséget az emberben, hogy aktiválja az agyjutalom központját. Hasonlóan a függést, azaz dependenciát okozó gyógyszerekhez, a koffein nem emeli meg közvetlenül a dopamin szintet, ahogy erről már beszéltem is. Így aztán nem aktiválja a jutalomközpontot, szemben az olyan szerekkel, mint mondjuk a kokain, a morfium, a nikotin vagy az alkohol. Mivel a koffein nem okoz olyan mértékű dopamin redukciót, ami felborítja az agyunk természetes egyensúlyát, a pszichiátria jelenleg nem minősíti a koffein függőséget úgynevezett anyaghasználati rendellenességnek. A koffeinnek viszont szintén megvan az a rossz tulajdonsága, hogy toleranciát épít ki. Koffein toleranciának nevezik azt az állapotot, amikor a hatóanyag már nem képes megadni ugyanazt a löketet, mint eleinte. Az úgynevezett alvás ellenes A1 receptor folyamatosan aktív, függetlenül attól, hogy mennyi koffeint viszünk be a szervezetünkbe, miközben a dopamin erősítő A2 receptor érzékeli, hogyha túlzott mennyiségben termel agyunk dopamint, és egyszerűen lekapcsolja magát. Ez lehet az oka, hogy a koffein, mint legnépszerűbb drog, közben ennyire biztonságos. Az agyunkban van egy olyan mechanizmus, ami nem engedi a végtelenségig kitolni a határait. Míg a legtöbb drogból mindig lehet többet és többet fogyasztani, a koffeinnek egy ponton minden hatása el tud múlni. Ezt úgy is hívják, hogy kvázi tökéletes toleranciát épít ki. Ugyanakkor itt jön be a képbe a nem függőség, hanem függés szerepe. A szervezetünk normál működésévé válik a koffeinnel turbozott állapot, így egy ponton túl nem azért isszuk, mert felpörget, hanem mert nélküle nem érjük el a normál éberségi szintet. Összegezve tehát, a dopamin szintünkre tett hatása nem alakít ki függőséget, de a tolerancia miatt fizikai függést igen. Mit kell tenned akkor, ha újra át szeretnéd élni ezt a bizonyos löketet? Természetesen abba hagyni a bevitelét. Azok a mechanizmusok, amik részt vesznek abban, hogy érzéketlenné válj egy droggal szemben, addig működnek, míg az jelen van a szervezetedben. Arra a kérdésre, hogy a koffeinről való leszokáskor mennyi időre kell abbahagyni, és ez alatt lehet-e minimális mennyiséget fogyasztani, nincs egy mindenkire egyformán használható képlet. Az, hogy milyen hatást vált ki belőled, hogyan reagál rá a szervezeted, az anyagcseréd, majd hogyan ürül ki belőled, személyenként eltérő. Amennyiben a koffein fogyasztás szerves részét képezi a mindennapjainknak, először biztosan jelentkezni fognak kellemetlen hatások, mondjuk ki elvonási tünetek. Ezek közé tartozik a fejfájás, a fáradtság, az álmosság, a rossz kedv, a koncentrációs zavarok és a nyűgösség is. Ezek az első 1-2 napban jönnek elő, és átlagosan 9 napig tartanak. Összességében viszont elmondható, hogy ezek a tünetek nem érnek fel azokhoz, amik az egyes drogokról való leszokáskor lépnek fel. Az alkoholisták konkrétan bele tudnak halni, ha egyből a nullára csökkentik a bevitelt. Az, hogy a koffein megvonás mennyi ideig tart, természetesen egyén és életmód függő, illetve számít az is, hogy mennyi ideje van jelen a szervezetben. Viszont ez a legrosszabb esetben is maximum 2 hétig tart. Végül pedig, mennyi kávé a túl sok? Egy kávé koffein tartalma igen változó, csészénként 50 és 400 mg között mozog. Egy kis csésze házi főzésű kávé 50 mg-ot, míg egy majdnem fél literes Starbucks Grande kávé több mint 300 mg-ot tartalmaz. Általánosan azért elmondható, hogy egy körülbelül 2,5 decis bögre kávé körülbelül 100 mg koffeintól beléd, egy fekete tea valamivel kevesebbet 60 és 90 mg között, míg a zöld teák 35 és 70 mg között mozognak. Számos forrás szerint napi 400 mg koffein, ami így 4 csésze kávénak felel meg, még épp hogy biztonságos a legtöbb egészséges felnőtt számára. Ugyanezt egyébként be tudod vinni mindössze 2 energiaitallal, szóval amikor valaki litereket iszik meg belőle naponta, az aztán nagyon nem fenntartható. Mint mindennek, a koffeinnek is van halálos adagja. Úgy tartják, körülbelül 10 g-ot kell hozzá a testbe juttatni, ez ugye 10.000 mg, azaz 100 csésze kávé. Én mondjuk már 5 csészénél a szemgolyomban látom a pulzusomat, szóval nem csodálom, hogy ennyi megöl. Amennyiben te is napi rendszerességgel fogyasztod, közvetlenül ébredés után, bizonyára abban reménykedsz, hogy ez majd megadja a kezdőlöketet.
Kutatások azonban azt mutatják, hogy reggelente magasabb a kortizol szintünk, amely a koncentrációs képességünk és éberségünk fokozásában játszik jelentős szerepet. A hormon az alvás-ébrenlét ciklusodhoz igazodó ritmust követ, szintje 30-45 perccel a felkelés után tetőzik, majd a nap hátralévő részében fokozatosan csökken. Ennek tudatában azt javasolják, és mi is azt javasoljuk, hogy a legmegfelelőbb időpont a kávézásra a délelőtti és késő délelőtti időszak, amikor a kortizol szint már csökkenőben van. A legtöbb ember számára, aki mondjuk reggel 6 és 7 között kel fel, annak ez az időintervallum 9 és dél közé tehető, szóval megéri kicsit várni az első adaggal. Ha tetszett ez a téma, készült egy hasonló videónk az alkohol hatásairól. Spoiler, de annyit elárulok, sokkal, de sokkal durvább. Tényleg egy legális kemény drog. Kattints tovább, ha ez is érdekel. Örülünk, hogy itt voltál, ha tetszett a videó, iratkozz fel, és persze köszönjük a támogatást minden csatornatagnak és főpartnerünknek, a Reghostnak.